Egy héttel korábban Salgó Tarján van a hazaiak, a 96. percben egyenlítettek ki a Nyírbátor ellen, amely így 2 pontot Nógrádban hagyott. A sors gyorsan rendezte a számlát, a legutóbbi fordulóban Márton István együttese 2-szer is vezetett a BKV előre ellen, de a fővárosiak mindkétszer egyenlítettek, másodszor a 86. percben. A csattanó azonban a hazaiaké volt, a 93. percben Hornyák megszerezte a nyírbátori győzelmet jelentő 3. találatot. Nagyon jó érzés volt átélni az utolsó pillanatokban lőtt gólt. Nagyon nagy élmény volt ez mindenki számára, viszont azt látni kell, hogy újra beleestünk abba a hibába, amiben Salgó Tarjánba, hogy nem döntöttük el a meccset egy gólos vezetésünknél. Akkor az ellenfél kiegyenlítette, és már nem volt időnk újítani, most viszont volt még egy pár percünk arra, hogy újra megszerezzük a vezetést. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Jászberény 1-0, Kazincbalcika Rákosmentek HSK 3-1, 60 Monor 2-2, Reac Salgótarján 0-3, Tája Újpest 2-7-2, MTK 2 Tiszaújváros 2-0, DVSC Deac Putnok 1-1 és SMTK DVTK 2-0-0. A tabella élén a 9 pontos Kazincbalcika áll, megelőzve a szintén 9 pontos Tiszaújvárost. A Nyírbátor 5 másik csapat társaságában 7 pontot szerzett, és ezzel 5. a táblázaton. Szerintem nem egy kifutott eredmény ez a legutóbbi 3 meccs, remélem, hogy így fogjuk folytatni. Most Monor ellen hétvégén szerintem minden adott, hogy ponttal vagy pontokkal jöjjünk haza. Az 5. forduló további párosítása a következő: Salgótarján Tája, Tiszaújváros Hajdúböszörmény, Putnok SMTK, Rákosmentek ASK 60, Újpest 2, MTK 2, DVTK 2, Kazincbarcika, BKV előre Reac és Jászberény DVSC Deac.